Ebben a Megyeház utcai épületben fogja megnyitni kapuit szeptemberben a Tolnai úti óvoda új telephelye. A tornaterem lassan elkészül, de a többi helyiségben még javában zajlanak a felújítási munkálatok. A melegítőkonyha berendezései még nem érkeztek meg. Ezen kívül hátra van még az étellift kialakítása, a tisztasági festés, valamint kisebb karbantartási munkálatok. Az épület több éve üresen állt, ezért a Városgondnokság fel volt készülve a teendőkre, de arra nem, hogy egy új lépcsőt is építeni kell. A főbejárati lépcsőre nem számítottunk, mert azt teljesen szét kellett szedni a idők során. Ugye hosszú ideig el volt hagyatva ez az épület, az idők során meg roskat megsüllyedt a lépcső, és ezt újra kellett csinálnunk. Ha végre minden a helyére kerül, 50 óvodás veheti birtokba az épületet, a férőhelyek lassan betelnek. 37 szülő lélegezhet fel, hogy bár kevés az óvodai férőhely, az ő gyermeke ősszel óvodába fog járni. Pozitívak a visszajelzések, nyilvánvalóan örülnek a szülők, hogy megoldódik egy olyan gond, hogy hova tegyék a kisgyereket, mert akinek munkaviszonya van, természetesen meg kellett oldani, ha nem került be a körzetes óvodájába, akkor is valamilyen úton módon ezt a problémát. Ahogyan arról híradónkban már beszámoltunk, a város az egyházmegyétől kapta térítésmentesen bérbe az ingatlant. Jelentős lépés ez az óvodai férőhelyek rendezésének kérdésében. Tudjuk, hogy nagyon nagy az igény az óvodai ellátás a Székesfehérváron. Folyamatosak szinte minden intézményben a túljelentkezés, és ezért nagyon nagy lépés azt gondolom ebben a tekintetben ez a döntés, amelyet július közepén hozott meg a közgyűlés. Ezt követően rögtön megkezdődött a felújítás, hiszen azért rászorul az intézményre kívülről, belülről a felújítás. A belső felújítási munkák után az udvar rendbetétele következik. Számos játszóeszközt kapnak a gyerkőcök az önkormányzat jóvoltából. A munkálatok összköltsége mintegy 25 millió forint. Ezt az idei intézményfelújítási keretből finanszírozzák. Egyébként még vannak férőhelyek az óvodai csoportokba. Augusztus 13-án, valamint augusztus 21-től folyamatosan várják a szülőket a Tolnai úti óvodában 8 és 13 óra között.